Vasárnap este a hamzsavégi sétányra szervezett fáklyás felvonuláson is jól hallatszott a lakóházak mellett elhaladó vonatok zaja. Az önkormányzat, a civilek és a helyiek régóta tiltakoznak a déli körvasút bővítés miatt, amely az ország teljes nyugat-kelet irányú vasúti teherforgalmát ereszteni rá Új-Budára. Attól tartanak, a gigaberuházás miatt egyáltalán nem épül meg a Budapestet elkerülő V0-ás vasútvonal a tehervonatok számára. Így azok itt közlekednek majd. A beruházó az év végén bejelentette, 1000 fát terveznek kivágni a 11. kerületben a vágánybővítési munkálatok miatt. Egy indián közmondás azt mondja, hogyha kivágtad majd az utolsó fát, hogyha elmérgezted az összes folyót, és hogyha kifogtad az összes halat, az utolsó halat, akkor majd rá fogsz jönni, hogy a pénz nem ehető. A bíróság azonban tavaly megsemmisítette az építkezés környezetvédelmi engedélyét, ami fakivágási moratóriumot kényszerített ki a fejlesztő cégektől egészen január 15-éig. Mivel a felfüggesztés lejárt, közvetlen veszélybe került a környék egyetlen zöld parkja, a hamzsabégi sétány. Krejtler Sas Máté újbudai képviselő elmondta, a pesti oldalon már szólnak a láncfűrészek, amit lehet, hogy csak fizikai erővel tudnak majd megállítani. Jelenleg folyamatban egy közigazgatási per is az ügyben, amit a Popék Egyesület, a Védegylet Egyesület, illetve én indítottam felperesként, azonban ez nem akadályozta meg a fűrészeket, hogy elkezdjék a pesti oldalon letarolni a sétányt. Ezért rendőri segítséget kértünk, hogy ezt meg tudjuk ott akadályozni. Ezen az oldalon ezt nem hagyhatjuk. Mindenképpen, ha kell, a testünkkel élőláncot alkotva meg fogjuk védeni a fákat. A beruházás ellen pert indító Popék Egyesület arról beszélt, a kormányhivatal szándékosan akadályozza őket a perindításban. A kormányhivatal következmények nélkül halmozza a jogsértéseket egymásra ebben az ügyben. Tehát elég gátlástalan. Hatalmi helyzetükkel visszaélnek, és úgy húzzák az időt, és szabotálják a civilek keresetének az eljutását a bíróságra. A tiltakozáson elhangzott riadóláncot alakítanak ki, hogyha megjelennek a munkagépek a sétány letarolására, személyesen akadályozzák meg a fakivágásokat. Szóval mi figyeljük a területet, ti pedig figyeljétek a riadó jelet a Facebook felületeken. Ha baj van, akkor itt kell lennünk nagyon gyorsan. Az egyesületi vezető elmondta, az EU tud a kormányzati beruházás jogsértéseiről, a környezetrombolásról és az ügy korrupciós vetületéről, így arra kéri az Európai Bizottságot, ne szavazzanak meg uniós pénzt a jogsértő projektre, ne tömjék tele újabb 100 milliárdokkal Mészáros Lőrinc zsebét. Fogalmazott Tóth Sándor, utalva arra, hogy a kormányközeli vállalkozó cégei nyerték el az ország egyik legtúlárazottabb beruházásának számító déli körvasút projektet.